Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Hát, eljött a nagy nap, a hype vonat elindult, Battlefield 5 trailere megérkezett közénk. Ne ragudjatok, hogy nem mutatom meg konkrétan téret, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy mennyire van levédve, és nem szeretném, hogy letiltsák a videót, és a többi, és a többi. Úgyhogy, de rákerestek neten, visszajöttek ide, és kibeszéljük ezt az egész dolgot. Szeretném megosztani azt, hogy egyrészt mi volt ezen az eseményen, beszélgetni fogunk egy kicsit a trailerről, mit láttam én vele kapcsolatban, mit gondolok. Egy-két észrevétele, amit láttam a trailerben, és esetlegesen benne lesznek a játékban, gondolom ezért is volt rajtuk némiféle hangsúly, fogunk beszélni pozitív, illetve negatív dolgokról is. Most az első, amivel indítanék, az eléggé egyértelmű, azt már mondtam más videókban is, én speciál nem nagyon szerettem volna, hogy második világháborús legyen a történet, de valahol érthető volt az EA-nek, illetve a DICE-nak ezen lépése, hiszen hogyha modern időkbe helyeznék például a Battlefield 5-öt, akkor manapság minden fegyverért, amit beleraknak a játékba, járművekért, jogdíjat kellene fizetni, mert most már ilyenek a törvények, legalábbis Amerikában, hogyha valakinek felhasználod valamiért, azért jogdíjat kell fizess, és bizonyám a modern fegyverekért kőkeményen jogdíjat fizetsz, ám viszont az első, illetve második világháborús fegyverek már oly régóta tervrajzaik, stb. Oly régóta olyan régiek, hogy azok, akik tervezték őket, ugye elhunytak, így aztán szabadon felhasználhatóak jogdíj nélkül. Szóval megesett, hogy egy efféle gazdasági döntés is volt, amögött, hogy másodleg háborúra mennek. Hogy őszinte leszek, meglátjuk, hogy ez jót fog-e tenni a Battlefieldnek. Én nem feltétlenül sejtem úgy, hogy ez a legjobb irány, amit jelen pillanatban a Battlefield fel tudott volna venni. Na de most, beszéljünk a trailerről először általánosan. Szóval az első benyomásom a trailerről az volt, hogy nem tudtam, hogy mit nézek. Call of Duty World War 2-t, gameplayt vagy egy Battlefield-et. Mert egyszerűen majdhogy nem megismétlődni láttam, ami a World War 2, Call of Duty World War 2-ben volt a volat jelenet. Tehát ilyen hihetetlen random eventek, káosz, össze-vissza, és a Battlefield arról szólt, hogy egy taktikus shooter legyen. Emlékezzetek vissza a Battlefield Bad Company 2-nek a trailerére, ahol bemutattak egy csapatjátékot a multiplayerre. Egy csapatjátékot mutattak be, és a játéknak a taktikussági fokozatát mutatták be. Ezzel ellentétben, amit itt kaptunk, az egy hatalmas káosz volt. Figyeltétek azt a jelenetet, ahol jött egy csávó, eldobtak egy gránátot, jött egy csávó, felkapta és visszadobta, Call of Duty, hashtag, és miközben eldobta, te szétlötted a gránátot, pont elrepült a repülő, ami aztán felrobbant és lezuhant. Ó, ember az Isten szerelmére. Tényleg erről szólna ez a Battlefield? A játék, állítólag a gameplay, ami ott volt, az egy Operations-nek a jelenete. Természetesen nagyon cinematik volt, és nem hiszem azt, hogy ez konkrétan magát a játékot fogja reprezentálni, de hogyha visszaemlékszem arra, hogy milyen volt a Battlefield egynek a trailere, akkor olyan sejtéseim vannak, hogy a gameplay... Remélem, hogy nem. Kívánom, hogy ne így legyen, úgyhogy ne vegyitek teljesen komolyan, de kívánom, hogy ne legyen annyira casual, mint ami a Battlefield 1-ben volt. Szóval, hogyha egy nagyon leegyszerűsített, butított lesz casual játékosok számára, akkor ezzel a játékkal is nagy problémák lesznek, mert még többen fogják elhagyni, mint ahányan elhagyják a Battlefield 1-et jelen pillanatban. Szóval a trailer maga túl kaotikus volt. Tényleg nem igazán tudtam volna levonni már következtetés, hogy egy Call of Duty Battlefield-et nézek, vagy egy Call of Duty-t nézek. Már csak azt kellene, hogy bejelentik, hogy lesz egy shipment-szerű kis map is végül benne. Szóval első benyomásra a trailer alapján ez nem az a játék, amit a legszívesebben megveszek, de mivel hogy az év egyik legnagyobb durranása, és még akárhonnan nézem, az egyik legjobb szórakozást kínálja,
valószínűleg be fogok majd rá ruházni. Természetesen, hogyha végre kijönnek a valódi gameplay, multiplayer gameplay bemutatók, akkor több információt fogunk megtudni erről. Szóval várjuk ki ezt még mielőtt nagyon ítélkezünk a trailer felett. Egy-két apróság, amit észrevettem a trailerben, illetve mondtak ezen a kis bemutató eseményen is. Amint észrevettétek, rögtön volt az elején egy jelenet, ahol a tankon különböző díszek lesznek, úgyhogy majdnem biztos, hogy kozmetikumokat lehet majd vásárolni a játékba. Amikor betörtek az ajtón, ugye nők lesznek már, azt már tudjuk, de nem is az a legfontosabb, betörtek az ajtón, átlőttek a falakon, szóval több mint valószínűs, ez azt hiszem mondták is az eseményen, hogy lehetséges lesz majd átlőni a falakon, természetesen ez fegyver függő lesz, erősebb fegyverek átlőnek falakon, kevésbé erősebb fegyverek csak mondjuk fa ajtókon tudnak átlőni. Szóval ez egy apró megjegyzés, amit láttam. Továbbá, ami feltűnő volt az, hogy tankok mentek át házakon, és azok a házak lettek teljesen lerombolva. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez tényleg így lesz, tehát hogy benne lesz ez a teljes lerombolás, és ennek a jele, hogy benne lesz ez a teljes lerombolás, az még esetleg az lehet, hogy lesz egy beépített, tehát minden katona fog tudni építeni magának fedezéket. Szóval mondjuk, hogyha eltűnik a ház a fejed felül, akkor megeshetően részét, vagy éppen új fedezéket építhetsz. Ez nagyban megnövelheti a játék élményt, illetve a taktikusságot, mert megeshető sok random helyen fogsz látni különböző fedezékeket, mert hogy homokzsákokat lehet letenni, tankcsapdákat lehet letenni. Szóval ez esetleg megadhatja azt a taktikussági fokozatot a multiplayernek. A másik egy ilyen kis apró érdekesség, ha megfigyeltétek, akkor a női karakternek egy ilyen fémkeze volt, és az is meg lehet, hogy ez egy ilyen kis, hogy is mondjam, kozmetikum lesz, hogy különböző ilyen dolgokat hozzá lehet kapcsolni a karakteredhez, mert hogy, és ezt ugye mondták ezen az eseményen, hogy nem lesz prémium, mindenkinek minden elérhető lesz, viszont úgy fogják inkább valószínűleg kezelni ezt a játékot, mint egy szolgáltatást. Szóval mindent el fogsz tudni érni, bármilyen új tartalmat, viszont folyamatosan fognak adni hozzá fizetős tartalmat is. Ez egy szempontból jó dolog. Minden esetre nagyon remélem, hogy a pénzünkért azt fogjuk kapni, amit konkrétan megvásárolunk. Szóval nem lesznek betölpekek, vagy hogyha lesznek betölpekek, akkor egy olyan formában legyenek betölpekek, hogy sokkal olcsóbbak legyenek mondjuk, mint a konkrétan megvásárolható itemek, és akkor mit tudom én, tudsz spórolni pénzt, vagy a szegényebb pénztárcával rendelkező játékosok, akkor azt mondják, hogy nem veszek 20 dolcsié egy fémkezet skinnek, hanem veszek egy ládát, és hát a kiesik belőle. Szóval ez is egy opció lehet. De a lényeg az, hogy végre nem lesz, hogy is mondjam, prémium. Na, gameplay tekintve ugye egy Operations gameplayt láthatunk, és most már állítólag Grand Operations lesz a neve. Több objektív lesz a pályán, nem csak egy a féle rush játék, mint jelenleg van a Battlefield 1-ben, és úgy néz ki, hogy napszakokra lesz osztva a dolog, szóval megesett, hogy az első nap meg kell hódítani egy objektívet, és a második nap kell befejezni a következő objektívet, és különböző ilyen korlátozások lesznek a játékban, mint például az egyik nap kevesebb golyod lesz, de a harmadik nap, mit tudom én, kevesebb életed, most mondtam valamit, szóval különböző ilyen apró dolgokat beiktatnak, csak hogy a játékot elméletileg jobbá tegyék. A co-op mód visszatérni látszik, ez azt hiszem, hogy jó hír, valahogy a Battlefieldben a co-op annyira nem élvezett nagy siker, de ez a Battlefield 3-ban volt, és ott még talán a Battlefieldnél sem volt annyira kifort a co-op mód, de biztos vagyok benne, van egy haverod, akkor ha nem olyanra csinálják meg konkrétan, mint a Battlefield 3, hanem valami extrát beleadnak, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni, akkor úgy gondolom, hogy mindenképp egy jó szórakozás lesz, egy jó extra, ha már
A Call of Duty nem ad ki egy single player-t, stb. Legalább a Battlefield-nek mindezek meg lesznek. De első, tehát így végszóra mondjuk azt, hogy a trailerrel elégedett nem voltam, a kaotikusságával, amit megpróbáltak bemutatni. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem ezt fogja képviselni ez a játék, és hanem tényleg egy kicsit visszaviszik a taktikusság színvonalára. Az, hogy második világháborús, úgy gondolom, hogy egy kicsit uncsi téma, hogy őszinte legyek, de a játék minősége megmentheti. És volt egy videóm, ahol mondtam, hogy a Battlefieldnek ez egy töréspont lehet, mint annó volt a Call of Duty-nak, vagy felfelé fog haladni, vagy nagyon mélyen a lejtőre. Szóval meglátjuk. Meglátjuk, hogy fog alakulni. Ez lenne a végszó. Srácok, remélem tetszett a videó. Kérlek, írjátok meg a véleményeket. Ti hogy érzékeltétek a trélert? Mit akartak a készítők elérni ezzel a trélerrel? Hogy mit higgyünk, hogy milyen lesz ez a játék? Discord szerverünk, megtaláljátok ennek a videó leírásában. Kérdések, kommenteket várom a videó kommenteknél, vagy Facebookon, hogyha úgy adódik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!